Női kincsek. Az Apostol Televízió női magazinja. Férfiaknak. Nőknek. Asszonyoknak. Lányoknak. Gyerekeknek. Minden jó szándékú embernek. Tartson velünk a kincskeresésben! Női kincsek az Apostol Televízióban. Ágostázi Mária és Virághalmi Judit műsora. Minden hónap utolsó szombatján délelőtt 10 órakor. Tartsanak velünk! Treatment, but I'm not that easily led. He said I was the type that was most inclined. Went out of the sight to be out of my mind. And he thought I was not done no more. Ifs or else so far. Sok szeretettel köszöntöm a Női Kincsek magazin nézőit, és nagy szeretettel köszöntelek téged, Várajai Katus a vendégünk. Katus, amikor az ember veled találkozik, akkor az az első benyomás és alapvető benyomás, hogy neked mindig jó kedved van. Ezt hogy csinálod? Hát Judit, azért aki veled találkozik, az hasonló élményben részesül. Nem, hát mindig mosolyogsz, mindig kiegyensúlyozott, vagy legalábbis én úgy látom, hogy ez így van. Igen, ez alapvetően így van. Azt hiszem, hogy nagyon sokat számít, hogy az ember mit lát a szüleitől. És apukám és anyukám is mind a ketten nagyon-nagyon pozitív személyiségek, és őket sem látja soha az ember keseregni, hanem mindig vidámak. És... Hát igen, ez egy nagy dolog, hogy manapság, ahol azt játszuk, az a népi játék, hogyha megkérdezlek téged, hogy hogy vagy, akkor azt mondod, jaj, Jézusom, ne is kérdezd. És akkor jön a licit, hogy jaj, az semmi, de képzeld el. És ezt addig tudjuk játszani, amikor már valamelyikünk győz, és már olyan sorstragédiákat tud mondani, mire a másik feladja, hogy hát akkor szia. És akkor igen, de ez egy ilyen nemzeti játék szerintem. Ez ilyen nemzeti játék, azért én külföldről is merítem az inspirációt, és tényleg a baráti köröm meg a családi kör is olyan, hogy egy nagyon támogató, pozitív közeg. És keresem is az ilyen emberek társaságát, nem véletlen, hogy itt ülök veled. Köszönjük szépen. Van ez a keep smiling, amit mi magyarok mindig mondjuk, hogy hát ezek az amerikaiak miért mosolyognak, miért kell állandóan vigyorogni. És én emlékszem, amikor arra felé éltünk családostul, hogy ez tulajdonképpen annak a jelzése, hogy tudom, hogy neked energiád van abban, hogy te jól érzed magad. És én nem szeretném ezt a te általad felépített tulajdonodat elrontani. Van egy a cappella együttesem, a Jazzation, és nagyon sokszor szembesülünk itthon például bármiféle szervezés, koncertek megbeszélése kapcsán, hogy annyira csak a problémákat és a probléma hegyeket gyártjuk, ahelyett, hogy megoldásokat gyártanánk a problémákra, ha vannak problémák. De hogy alapvetően szerintem mondjuk ez nagyon is függ attól, hogy az embernek tényleg mik a primer tapasztalatai az életben, de én azt hiszem, azt tapasztaltam meg az életemben, hogy nagy bajunk nem eshet. Egy szép nagy családból jöttél. Így van. Heten vagytok testvérek. Heten vagyunk testvérek, és ugyan az én indulásom az egy picit izgalmas volt, mert 6 és 7 hónap között születtem valamikor koraszülöttként, és 1,70 deka voltam csak. Persze ez ma már nem számít olyan kevésnek, mert ma már ilyen 70 dekás babákból is nagyon szép ember növekszik. Kicsit más idők voltak. Igen, akkor 1984-ben ez máshogy volt, és egy hónapig voltam inkubátorban anyukám nélkül, és apukám is csak azért jöhetett be, mert hogy orvos volt. És hát azt gondolom, hogy ez az egy hónap, ez biztos nem akkor biztos nem mosolyogtam ennyit. De nagyon sokat imádkoztak értem, azt tudom. Tehát, hogy gondolod, hogy ez az időszak az életedre is valamilyen hatással volt, ez az inkubátoros világra jövete? Persze, egészen biztosan. Egészen kiskoromban nagyon, nagyon féltem, hogyha anyukám nem volt ott a közelemben. Akkor, de még ilyen tizenéves korom elején is, akkor is volt, hogy ha mondjuk a másik irányból ment be a bejáraton a házba, én meg a terasz felől, akkor egy pillanatra így megjöttem, és így teljes pánik tört rám, és sikításban törtem ki, hogy mama. És aztán ez szép lassan elmúlt.
egyrészt a családi közeg az volt olyan, hogy bár anyukámnak sokan mondták, hogy ne csináljon belőlem ilyen anyámasszony katonáját, meg hogy mindig ott vagyok a szoknyája mellett, ő erre nem hallgatott, neki is pont elég volt ez az egy hónap szeparáció, és hát sokáig a szüleimmel is aludtam, de hát aztán születtek ugye a kisebb testvéreim, tehát hogy alapvetően a család is mindent megtett azért, hogy én ezt a korai traumát feldolgozzam. De akkor és jól csinálta édesanyád, nem? Nagyon meggyógyultatok is, nagyon együtt, is. Igen. És aztán ő mindig figyelt arra, hogy utána, hogyha születtek a testvéreim, ők kicsit nagyobb szünet után, 7,5 évvel később született a húgom, akkor már azért egy picit lazább volt itthon a szülészeti rendszer, meg apukám ugye orvos, és akkor az ő felelősségére. Hát a legfiatalabb húgomat, őt már ilyen 14 órásan hazahozták. Pedig akkor még ez nem volt divat, ez az ambuláns szülés. Vagy igen, én is emlékszem, hogy én ugyan Svédországban szültem a harmadik gyerekemet, és még ott is nagy feltűnés volt, hogy 1:30-kor szültem, és hát bizony 7:30-kor én már otthon voltam. Hát szuper vagy! Ez milyen úgy jó. Döntöttem, hogy ott nagyon kevés helyen lehet szülni, nagyon sokat kell utazni, a taxisok ki vannak tanítva, hogy hogyan kell a szülést levezetni, és ez még mindig olcsóbb, meg kevesebb rizikóval jár, mint egy-egy szülészeti központot, vagy többet igen, létrehozni. A legjobb barátném, ő most Svédországban él éppen, mindkét gyermeke ott született, és a második gyerekét azért szülte otthon, mert mondták neki a kórházban telefonon, és sajnos nincs hely. És volt a dúlája, és szült otthon. Igen, erről az otthon szülésről, mert nem véletlen, hogy erről kezdtünk el beszélgetni, csak a nézőknek mondom, hogy mielőtt azt mondanák, hogy most Ádámtól, Évától kezdünk veled a beszélgetés fonalát fölvenni, hogy a második gyerekedet te otthon szülted. Így van. Ennek van valamilyen, tehát az első szülésed az olyan élmény volt, ami miatt, vagy pedig egész egyszerűen éltél a kínálkozó alkalommal? Érdekes, hogy az első szülésem az 20, még nem voltam 22 egészen, és hát nagyon fiatalon, nagyon váratlanul csöppent az életünkbe ez a kis ajándék, Julis lányunk, és ott még azt gondoltam, hogy hát ahogyan anyukámtól láttam, az ember szépen eljár az orvoshoz, aztán bemegy a kórházba, ott ő biztosan fogják hagyni úgy, ahogy és amit szeretne, és ez nem teljesen így volt. Eleve az akkori orvosom egy klinikán volt orvos, ugye tudjuk, hogy vannak ezek a kórház, klinika, és mindenütt más a protokoll. Igen, igen. És hát akkor én is oda mentem be, és olyan nagyon nagy trauma nem történt, tehát, hogy tulajdonképpen problémamentes volt az egész, és gyorsnak mondható. De azért sok olyasmi történt, aminek nem föltétlen kellett volna úgy történnie, hogyha hagyják a dolgokat a maguk menetében zajlani. Ami bennem így a meghatározást megérlelte, az az volt, hogy ott kötelező volt első éjszakára beadni a gyerekeket megfigyelésre. És én másnap reggel 5:30-kor már ott álltam hálóinkben. És bementem a megőrzőbe, és nem tudtam, hogy melyik az én gyerekem. Okay. És ez az érzés, ez máig olyan, hogy hú, most is azt hiszem, hogy könnyek tudnának szökni a szemembe. Tehát lehet, hogy ezzel még van mit tennem így feldolgozás terén, de ott éreztem azt, hogy ez így nagyon nincs rendben, hogy az ember gyereket az édesanyjától elválasztják szülés után. Hát és ott jaj veszékel, nem tudom hány csecsemő, sírva az édesanyja, van. A szívhangja. És a csecsemős nővér pedig ott olvassa a legfrissebb női heti lapot. Tehát ez a rendszer, ez nem jó. És pont az elmúlt hétvégén volt egy séta ezért, hogy más állapotot a szülészetben. Tényleg annyi nyugati ország van, ahol nem pénzkérdés, egyszerűen csak szemléletbeli kérdés az, hogy az evidencián alapuló és a természetes szülésnek az irányelvei határozzák meg a mindennapi szülészeti gyakorlatot. De sokan jönnek ennek a veszélyeivel, ugye nemrég nagy port kavart föl Geri Bágnesnek az ügye, és hát egy ország aggódott, egy másik fele pedig úgy elmutogatott erre a... Igen, ez nehéz. Nehéz kérdés, nagyon sokan kevés információ birtokában vannak. Tehát én is, amikor otthon szültem, 80 készültünk a szülésre két bábával, akik mind a ketten kórházban is dolgoztak, tehát egy tényleg felkészült szakemberek, és nem a hosszú szoknyás boszorkányokat kell itt elképzelni. És 8-unk közül 3-an szültünk végül otthon, de úgy, hogy ők már tudták a folyamat során, hogy ki lesz az a 3, aki tényleg problémamentesnek ígérkezik, úgy lelkileg, mint testileg, vélhetőleg a folyamat az a természetes mederben lezajlik. Ahogyan azért azt gondolom, hogy a szülések nagy része a világ legtöbb részén lezajlik. Így van, és hát évezredekig így szültünk, sőt, a ritusa nyilván
segíti az édesanyját, hogy nőkkel van körülvéve, hogy, így van. Hogy nem egy kórházi környezetben kell szülni. Nyilván ennek is eljön az ideje majd, hogy ebből a kicsit férfi központú elgondolásban, hogy intézményekben születünk és intézményekben halunk meg. Uh-huh. Tehát, hogy igen, ezekben se az eleje, mindenképpen, se a vége, nem. Mindenképpen olyan jó lenne, hogyha ez a természetesség irányába mehetne. És apukám ugye orvos, meg a bátyám is orvos, tehát hogy az, hogy én otthon szülésre készültem, ez nem egy harc volt otthon, hanem ez egy párbeszéd volt. Uh-huh. És azt gondolom, hogy aznap reggel, amikor Dani fiunk már érződött, hogy nem sokára készülődik megszületni, előző nap átjött anyukám és apukám, hozták lecsutakolva a nagy szülőlabdát, hogyha szükség lesz, szükség is volt, nagyon jó is volt, mindenkinek csak javasolni tudom. És annyira fantasztikus volt az én csodálatos szüleimmel egy jót beszélgetni, és apukámban is azt éreztem, hogy ő nem csak hogy belenyugszik ebbe, hanem azt gondolja, hogy ez itt tényleg rendben lesz. Szerintem volt vitátok ebben? Vitánk az nem volt ebben, tehát hogy alapvetően nagyon nyitottak a szüleink, uh-huh. és mind a hetünket mindig abban támogatnak, amiben kérjük a támogatásukat, és ez persze úgy a fizikai támogatás, mint ahogy a lelki, és az, hogy imádkoznak értünk, és tényleg tudhatjuk, hogy bármikor lehet hozzájuk fordulni. Ugye egy vitánk az nem volt, de hát ugye én is császárral születtem, koraszülött voltam, tehát hogy tulajdonképpen bárkiben felmerül, hogy na és mi van, ha baj van. Uh-huh. De pontosan ez a lényege a bábai holisztikus szemléletű kísérésnek, hogy akikkel én ezt az utat elkezdtem járni, ők tudták, hogy én hol tartok, tudták, hogy nagyjából mi várható. Tehát, hogy ők tényleg intuitív, fantasztikus nők, akikre az ember rámeri bízni az életét. Ezt a bizalmi kapcsolatot az ember nem mindig éli meg, a tisztelet a kivételnek, de nem mindig éli meg a nőgyógyászaton. Nem, én szerintem ezt kicsit nem... Kicsit személytelen, igen. Kicsit... következő. Természetesen sok előnye van a rendszernek, tehát tényleg, hogyha igen. valakinél komplikáció van, akkor igen. fantasztikus, hogy itt az orvoslás, és annyi mindent megold. De ott, ahol vélhetően nem lesz, ott meg annyira jó, hogyha hagyják zajlani a folyamatokat, és szerencsére különben egyre több olyan orvos van, és férfi orvosok is, akik az ügy mellé állnak, és látják ennek a fontosságát, hogy a női erő az visszakerüljön a nőkhöz, és hogy ez ne legyen elvitatandó, vagy elvitatható. Biztos, hogy kicsit a magunk urai lehessen. Igen. Döntésekben jobban bele tudjuk szólni. Így van, szólni. Így van. Ez a múltkori összejövetel, vagy ez egy tüntetés volt, vagy mi volt ez tulajdonképpen? Ez egy békés séta békés volt. Séta. Igen. Olyan igen, jó igen. ezt hallani, mert most már tüntet ez, tüntet az, de akkor ezek szerint gondolom, ez csak nők, egy figyelemfelhívás. Nem annyira tüntetnek, mint amennyire inkább sétálnak. Tehát, hogy az a bölcsesség, ami a családanyákban van, vagy egyáltalán a női bölcsesség, az más, mint a férfi bölcsesség. Uh-huh. Mind a kettőre szükség van. De mind a kettőt hagyni kell kibontakozni. De egyébként egy ilyen harcosabb fajta ember vagy? Vagy pedig ha oda teszed magad egy ügy mellé, akkor az energiája tudsz lenni egy ilyen dolognak, vagy pedig szívesen hát nem csatlakozol? Tudom. Nem tudom, ezt nehéz megmondani, mert valójában ez egy ilyen... Tehát, hogy én mindig megoldom, hogy én úgy csinálhassam, ahogy én szeretném. És amennyire lehet, akár azzal, hogy éneklek konferencián, ami ilyen jellegű, vagy uh-huh. például a bábáim, ők tanítanak a szülésznőképzésben a SOT-én. Uh-huh. És többször megkértek már, hogy menjek be a szülésznőkhöz, és mivel az első lányom kórházban született, a kisfiam pedig otthon, így össze tudom hasonlítani, uh-huh. és ugye lehet, hogy több, tehát hogy nincs mindenkinek meg mind a két élmény, tehát ilyen igen. szempontból unikális. Másrészt, ha oda megyek, akkor azt látják, hogy egy ugyanolyan nő, amilyennel a villamoson is minden nap utaznak, oda megy és beszámol arról, hogy ilyen volt az egyik, ilyen volt a másik. Különben nem összehasonlítható egyszerűen a két élmény. Tehát uh-huh. emlékszem, hogy a fiam születése után olyan eufórikus voltak a napjaim, hogy egyszerűen nem is értettem, hogy hát a másik az nem is szülés szinte, de hát persze, hogy az, meg hogy persze, hogy ott is egy tündérszép lányka született, meg nap mint nap csodák. Csodák történnek minden egyes kórházban, minden születésnél, de hogy tényleg maga az élmény az nagyon-nagyon másmilyen. Tehát, hogy egy pozitív dolog. Nagyon pozitív, uh-huh. igen. Uh-huh. Úgyhogy a magam eszközeivel igen, támogatom és harcolok ezekért az ügyekért. Az biztos, hogy nem vagyok egy térítő fajta. Tehát nem fogok mindenkit rábeszélni az otthonszülésre. Uh-huh. Lehet, hogyha valakivel ilyen témáról beszélgetünk, akár ki sem derül, hogy én otthon szültem. Tehát, hogy uh-huh. ezeket én...
Nem tolod az előtérbe? Nem tolom előtérbe. Ha valaki megkérdez, akkor nagyon szívesen beszámolok róla. Hát én megkérdeztem. És te megkérdezted, igen. Tehát a magam eszközeivel azt gondolom, hogy azokkal harcolok. Nekem, ahogy figyellek, az is nagyon szimpatikus, és pontosan ezt az alapállást tükrözi, ahogy ezt a Jazzation együttest is vezeted, mert nekem mindig valahogy úgy tűnik, hogy ezt is olyan nem vezeted, hanem terelgeted. Valahogy nem látok benne semmi autokratát, semmi pressziót, semmi. Majd én megmondom, mit csináljátok. Igen, ebben sok munkánk van, hogy ez tényleg így is legyen, hogy engedjük működni azt, hogy itt tulajdonképpen van 5 énekes, 2 fiú, 3 lány, de hogy maga a Jazzation is egy entitás, ami létezni és megnyilvánulni szeretne. Tehát, hogy valahogy a mi közös spirituális és zenei és emberi egységünk, és eddig bármerre jártunk a világban, és bármikor olyan helyzet adódott, hogy attól tartottunk, hogy ebből most hogy fogunk kikeveredni, egyszerűen mindig éreztük, hogy ez egy, itt egy felsőbb erő van, aki mindig egyengeti az utunkat. És az a jó, hogy a jelenlegi 5 énekes mind ilyen nagyon hívő és ráhagyatkozó lelkületű, amellett, hogy persze rengeteget próbálunk, és megvívjuk a magunk művészeti és nem is tudom. Hát a harca itt az túlzás, de hogy össze kell csiszolódni. Az koncepcióinknak össze kell csiszolódnia. Mm. És ebben például épp említetted, hogy Svédországban is éltetek. Igen. A svéd mentalitás számunkra nagyon fontos, mert az egyik kedvenc együttesünk, a Svéd Real Group, ők már 30 évet csinálják ezt, ők is 5-en vannak. És az a nyugalom, ami belőlük árad, az nem összemérhető azzal, mint amit itt az ember sokszor a magyar zenei szférában megtapasztal, hogy mindenki mindenképpen előtérbe akar kerülni, színpadot akar, de akar legelőrébb állni, és az összes többieket leszeretnék könyökölni. Tehát, hogy nagyon erős itt van a konkurencia harc. Ott is 8,5 millió ember él, most már kicsit több, mert oda nagyon sokféle ember bezúdult az elmúlt idő, de körülbelül ugyanakkor a nép, mint ami mi vagyunk. És nagyon sok tekintetben hasonló a történetük és történelmük is, hogy miért van ez? Én nem vagyok annak híve, hogy azt mondjuk, hogy mi magyarok, és akkor itt negatív felsorolások. Nem, én sem. Mert mi nagyon vehemens népek voltunk mindig is, tehát a középkori leíratok is azt írják, hogy gazdag gúnyákba járó, jószívű, jóétkű, nagyhangú, veszekedős, de aranyszívű emberek. Uh-huh. Tehát, hogy ilyenek voltunk mindig, de akkor ez egy nemzeti karakter lenne, vagy? Nem tudom. Szerintem benne van az, hogy itthon mindenki talán azt gondolja, hogy pici a pálya, és nem férünk el rajta mind, és a legerősebb nyer a végén. Uh-huh. Pedig szerintem pont ez a jó benne, hogy hát annyira széles a paletta, annyira sok helyen fel lehet lépni, olyan gazdag ez a zenei világ, és azt gondolom, hogy nagyon jó a zenei képzés is Magyarországon. Igen. Tehát azért Kodály országa, mondjuk ki. De másrészt meg, amit az északi népektől, dánoktól, svédektől el lehet lesni, az ez a hihetetlen nyugalom, hogy nem kell sietnünk, egyszerűen vannak dolgok, amiknek érési folyamata van. Uh-huh. Tehát attól, hogy sürgettem az almát, nem fog hamarabb megérni a fán, de ha megérjett, akkor viszont le kell szedni. Úgyhogy én bízom benne, hogy lesz változás itthon ebben a hozzáállásban, mert tényleg úgy jó dolgozni, ahogy mi a Jazzésemben dolgozunk. És ebben még mindig sok fejlődnivalónk van. Tehát most is éppen volt egy megbeszélésünk a múlt heti próbán, hogy az előtte lévő két próba egy picit túl feszült volt. Vajon miért volt ez? Hát azért lehetett, mert hogy nem tartottuk magunkat ahhoz, hogy gondosan tervezünk, és a próbán mindig tudjuk, hogy melyik dalnál ki tartja meg az adott próbarészt. És akkor az is gondosan tervez, előre megnézi, igen, hogy mit szeretne kihozni. És akkor nem az van, hogy ott vagyunk, tudjuk, hogy dolgozni kéne egy csomó dallal, de akkor most inkább az legyen, nem, szerintem azt próbáljuk ki, de hogy, és akkor egymás ellen mennek dolgok, amiket nem lehet egyszerre megvalósítani, mindenki hihetetlen frusztrált lesz, amellett, hogy nagyon szeretjük egymást, és amikor meg van egy tervünk, és az tudjuk magunkat tartani, és tényleg van valaki, akinek a gondolat mellettén végigmegyünk, akkor utána mindenkinek egy, de jó volt, milyen jó próbát tartottál, mennyire mások a szempontjaid, mint nekem, és milyen jó, hogy kipróbáltuk, és jövőjtem, hogy én mutatom meg az enyémeket, meglátjuk, melyik a jobb. Tehát, hogy tényleg, ehhez kell egyfajta nyugodtság, és a mostani ötös az alkalmas erre.
a kezdetek, ugye 2005-ben alakult, igen, az együttes. Azelőtt én énekeltem egy The Budapest Sirens nevű budapesti szirének a kapella együttesben. Ott ismertem meg a műfajt, az akapellát, ami ugye Amerikában egy nagyon elterjedt műfaj, mert az egyetemeken és főiskolákon bármilyen szakos az ember legyen, kulturális antropológia, vagy pszichológia, vagy fizika, vagy mérnök szak, bármilyen, ilyen akapella együttesekben énekelhet. És ez ott egy nagyon is élő dolog, és nem kell hozzá zenésznek lenni, hanem kis tapsolás, könnyű harmóniák, és az ember már is énekelt egy jó Michael Jackson dalt. És itt Budapesten dolgozó férjek feleségei voltak azok, akiknek itt ugye nem volt munkaviszonyuk, de tulajdonképpen az anyagi lehetőségeik megvoltak szabad arra, idejük szabad idejük is, hogy egy ilyet kellett nekik egy szoprán egy. És a Szent Imre gimnáziumban Jós Andi, akit biztosan szintén ismersz, meg talán a nézők is ismernek, ő az Élmény Biológia blognak a vezetője, a Szívtetkó színezőnek az életre hívója, tehát ő is egy fantasztikus hölgyemény, ő egy év folyamon járt fölöttem a Szent Imre gimnáziumban, és ő szólt, amikor ő már elballagott, én még éppen oda jártam, azt hiszem, hogy van egy ilyen lehetőség, és angolok a próbák, tök jó lehetőség. Próbáljam ki. És akkor el is mentem, és ott egy éven keresztül énekeltem, de hát csak lányok voltak, vagyis hogy inkább nők, akik nálam 10-20-30 évvel voltak idősebbek. Nagyon megtetszett a műfaj, de ott még nem jellemezte ez a fajta nyugodtság a próbákat, ami felé én tendálni szerettem volna, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt jobb úgy csinálni, ha fiúk is vannak, mert akkor talán nem szabad moderálják így a pokol. Igen. És akkor utána életre hívtuk, akkor már ezzel a kedvenc svédországi barátnémmal, Almási Nonóval, aki most már asszony nevén Göbel Nonó, vele a Jazzpresso együttest, ahol két fiú volt és négy lány, ott sem volt még tökéletes az arány, és az is inkább hobbi együttes volt, és egy év után derült ki, hogy még ezt tényleg nagyon szeretnénk professzionálisan csinálni. És akkor alakítottuk meg a Jazzation, akkor is az első év az furcsa volt, mert nagyon sok ismerősünk volt a lányok közül, akik jól énekeltek. És akkor öt lányjal és egy basszussal, Mátéval, aki most is a basszusunk, vele indult a dolog, és aztán egyre inkább finomítottunk az arányokon, és akkor így alakult ki végül most, hogy két fiú és három lány. Tehát ez jó régen indult, és akkor, ha jól tudom, akkor hárman vagytok az eredeti felállásból? Ketten vagytok. Igen. És akkor Homor Máté, ő a basszusunk, ő a Pest Szent Erzsébeti főplébániának a kántora, úgy civilben egyébként. A tenorunk Fábián Attila, aki a Szent Imre gimnáziumnak a karnagya. Így van. Az altunk Kanizsa Gina, őt talán látták a nézők, ő az Eurovíziós válogató műsorban is énekelt egy dalt, amiből majd talán egy bejátszást mutatunk is, ez a Fall Like Rain, amit a húgommal együtt szereztünk, a Jazzationnek eredetileg, ő ott hangszeresen énekelte. És a medzónk pedig Bojki Sára, és ez a vezetéknév magáért beszél, ugyanis a Bojki Brothersből Andrásnak a lánya. Sára érkezett 2015-ben az együttesbe, Attila és Gina jöttek 2012-ben, és Mátéval vagyunk a kezdetek óta. Tehát tulajdonképpen a mostani ötös az egy 3 éves formáció. De nagyon sok sikert értetek el a világban, tehát azért igen, sok felé jártunk. Ez a 13 év, 13 év. Igen, van 3 nemzetközi nagydíjunk, 3 versenygyőzelmünk, sőt, igazából nem is 3, hanem 5. Mert hogy megnyertük Lipcsében, Grazban és Pinerolóban a nemzetközi akapella versenyt, Lipcsében a közönségdíjat is elhoztuk, és van egy Independent Music Awards, ez egy amerikai alapítású, ilyen független zenei díjak, a világ minden tájáról lehet nevezni, és ott az egyik feldolgozásunk, oda felvételeket lehet küldeni, az elnyerte a közönségdíjat szintén. Na, hát akkor hallgassunk bele, hogy ez milyen. Beautiful love.
thrilling my soul with your song. Beautiful love, you are a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was caught up there till you came along, filling my sorrow with your song. Beautiful love, I roamed your paradise, searching for love, my dreams to realize, reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, I feel my dream come true. Nem csak a Jazz Stationben működsz, hanem mint édesanyja gondolom a kisgyerekkornak a tanuljaként, vagy a kísérőjeként téged érdekel az is, hogy zenét szerez, és csengés bong. Leleplesztelek. Úgyhogy... Tulajdonképpen nem, ott zenét nem szereztem, hanem az egy hangszer animációs bábmese. Pontosabban nem is báb, hanem hangszer, mert hogy azokat animálják. Valamikor a harmadéves korom környékén, akkor találkoztam a Figurina bábszínházzal, akik egy házaspár voltak, sajnos már nincsenek együtt, de ettől még a bábszínházuk működik, és akkor ők nagyon izgalmas ilyen tárgyanimációkat játszottak. A Grimm mesékből volt egy Grimm maszok nevű előadásuk, ahol azt képzeld el, hogy egy kis paradicsommal, egy reszelővel, egy lábossal, meg egy krumpli valami előre meg van hámozva, és ki tud bújni a hálóingéből, ezzel a piroska és a farkas lehetett látni tőlük, aztán a hófehérkét ilyen gyertyákkal, tehát hogy valamilyen tárgykörben, és engem annyira meglepett, hogy ilyet lehet, hogy az akkori ilyen bábos tanárnőm vitt el az ő előadásukra, mert az egyetemen volt egy ilyen drámajátékképzés, és azon belül volt ez a bábos tantárgy. Ez melyik egyetem volt? Ez az ELTE bölcsészkar, magyar szakot végeztem, és ott végeztem mellette ezt a drámajáték vezetést, ami akkor ilyen drámapedagógia, de akkor azt még nem nagyon lehetett tanulni itt semmelyik egyetemen. És akkor már jó néhány olyan vizsga előadás született ennek a tantárgynak kapcsán, amiben tárgy animáció volt, és mi gondoltunk egyet, és hangszer animációt csináltunk. Akkor ennek a darabnak a címe még Tilinkó királyfi és Tündér szopranina volt, és aztán, amikor a Figurina bábszínházasokkal megismerkedtem, 10 év múlva újra találkoztunk, mert egy nagyon jó barátnőm náluk kezdett gyakornokként bábozgatni, akkor újra elővettem ezt a mesémet, és akkor Cseng és Bong címen Bongor királyfi és Csenge király kisasszony szerelme, és jóformán ütőhangszerek a királyi család, tehát ezért lett végül más a mese címe, mert ott még furujákkal játszottuk eredetileg, de itt meg hát mindenféle hangszere mutatják be, és nagyon-nagyon ötletes a díszlet is, tehát mindenkinek csak javaslom, tehát végül azok a dalok, amiket eredetileg szereztem, azok nem kerültek bele, de nagyon virtuóz és nagyon jó óvodásoknak is. Mert hogy ez a drámapedagógia engem tovább foglalkoztatott, és végül, hát már Júli is és Dani is megvoltak, 2015-ben diplomáztam a Pannon Egyetemen drámapedagógia szakon, tehát már egy szakirályú továbbképzésen. Igen, hát valójában Júli is akkor született, amikor harmadéves voltam, harmadév végén,
Csak hát tényleg a férjem is rengeteget segít, nem hogy segít, hanem ő is kiveszi a részét ebből az egészből. Uh-huh. És a nagyszülők is nálunk tényleg nagyon sokat segítettek, uh-huh. és mai napig a részei a családnak, és ez nagyon azért örülök, hogy mondod, mert nagyon sok ember úgy gondol a gyerekszülésre, hogy és akkor jöttek a gyerekek. Ugye most nemrég voltam érettségi találkozó, de nem mondom meg, hanyadik érettségi és ott is fölmerült, hogy 4-5-6-7 gyerek mellett újra elkezdett, vagy befejezett közben, és PhD-t csinált, és elkezdett kutatni valamit, hogy valahogy úgy érzem, hogy a gyerekszülés nagyon sok mindenkiben olyan energiákat szabadít föl, vagy olyan lendületet ad dolgokhoz, amit előtte az ember nem is gondolt volna. Másokra meg, akiknek mondjuk nincs olyan szerencséjük, hogy segítség álljon mögöttük, azokat viszont elriasztja az a felelősség, hogy akkor mostantól semmi más nem tudok csinálni, csak a gyerekeimmel foglalkozni. Igen, hát ebben is anyukám példája volt előttem, aki szintén művész, ő bőrműves népművész, és most a bőr mellett sejmet is fest, gyertyát díszít, gyöngyékszereket készít, és ő is, de azt láttam, hogy igazából mellettünk, vagy amellett, hogy ugye én vagyok a negyedik a sorban, de hogy ahogy sorban születtek a testvéreim, ő azért nem adta fel a művész identitását sem, hanem megtalálta a módját annak, hogy ennek mindig legyen egy kibontakozási formája. Ja, azt is látom, hogy a testvéreid is, nem csak te, a testvéreid is a művészetek irányában. Igen, legidősebb nővérem művészettörténész, ő Erdélyben él, és a határon túli műemlékekkel védelme kapcsán került oda. Neki is most 3 pici gyereke van, tehát fiatalabbak, mint az én gyerekeim, és neki is tervező grafikus a férje. Uh-huh. Az egyik jazzation lemezt, a karácsonyi lemezre ő rajzolta meg a nagyon szép majd megmutatjuk a nézőknek, hogy egyik gyönyörűbb, mint a másik. Igen. Nem is tudom, szerintem most majd közelebbről is, nem tudom kinyitni, de te biztosan merem ki. Nem is tudom, hogy hol merre felé mutassam. Különben a design koncepciók pedig az én férjem művei. Ez a 7 ágú hópihe is, mert akkor éppen a Jazzation 7 tagot számlált. Ezeknek a rajzai, ezek pedig a sógorom munkái. Nagyon szép, ilyen angyalos. És visszazárni is tudni kell. Aztán vannak itt még gyönyörűségek, ez a kedvencem, nem ez a kedvencem, ez is szép, de amelyiket forgatni kell. Igen, az volt a legelső lemezünk, ez a Twisted lemez. Na, hát ezt meg kell mutatni a nézőknek, hogy ez hogy milyen, mert nem elég, hogy gyönyörű képekkel díszített, hanem ugye, hogy... Ugye Twisted azt jelenti, hogy ilyen meglepő, kitekert, kifacsart, újra gondolt, úgyhogy ez egy ilyen trükkös optikai lemez, sokan mondták családosok, hogy sajnos még nem tudták meghallgatni a lemezt, mert a gyerekük nem adja oda. Hanem egész nap csak forgatja. De igen, ő meditálni is lehet, mert olyan, hát mint egy mandala. Teljesen, teljesen. Igen. És ez pedig a legfrissebb lemezünk, na, még meg sem jelent. Ezt most úgy hoztam el, hogy ez november 12-én jelenik meg digitálisan, és 13-án mutatjuk be. Ennek pedig az a különlegessége, hogy olyan, mint a Beatles White album, hogy az, hogy live, mert ez egy koncertfelvétel, az csak lakkal van rányomva. Nem is tudom, hogy a kamera ezt látja, vagy ez csak emberi szem látja. De csak akkor tűnik fel a felirat, amikor bevillan. Igen, amikor bevillan, így van. Hát gyönyörűek, egyik szebb, mint a másik, és hát nyilván a tartalom is, úgyhogy a kedves nézőknek is szeretettel ajánljuk a Jazzation együttesnek a lemezeit. Hol lehet ezeket kapni? Főként nálunk, de boltban is kapható a Twisted. Hát a hópihét azt nem vittük boltba, mert mondták, hogy ott esélye sem lenne szegény hópihéknek, hogy egészben maradjanak könyvesbolti és zeneműbolti keretek között. A jazzation.com-on megrendelhetők. Jazzation.hu, mind a kettő működik. Hú vagy kom. Tehát a nővéremnek a férje készítette ezeket, ők Erdélyben élnek, ő tényleg művészettörténész, és ő is gyönyörűen fest sejmet, meg rengeteg kastélyt rendez be, amennyi ideje marad így a gyerekek mellett, azokból több olyan felkérés van, hogy ennek a 17. századnak ő nagy tudója ott a háromszéki kastélyok és kúriák földjén is, meg itthon is. De kik ruháznak oda be a kastély felújításba, maga a román állam esetleg, vagy pedig nem, főként az a magyar, régi magyar arisztokrácia, aki esetleg visszakapta a földjeit és a kastélyait. Igen, ott de volt hát nagyon sokan, így van, de sokan külföldiek is, de Charles hercegnek is van ott háromszéken egy kastélya.
És bátyám, idősebbik bátyám, Csanád, ő Portlandban él, Amerikában, ő orvos lett, mint ahogy édesapám, remélhetőleg majd haza is jön, de ő is közreműködött a már említett Kanizsa Gina, az altunk által énekelt Fall Like Rain dalban, ő készítette hozzá a videoklipet. Ugyanis egy olyan hobbija van többek között, hogy meteorológiai lufit, azt fölenged a stratoszférába, itt ugye felfújja ilyen egészen nagyra, de ott, ahogy egyre ritkább a levegő, az nagyobb lesz, állítólag 3-4 méteres az átmérője, felszereli kamerákkal, és az ott fönt kidurran, és aztán leereszkedik valahol. Weakness, troops of fears, craving storms of silence nobody hears. Let your desperate falling tears fall like rain, rain like falling from the skies. No one knows that somewhere somebody cries. Let your tears fall like rain. Picking sparkling crumbs out of the stars, like a bird as it flies. Free your soul from the scars, spread your wings and break through the clouds. Let your chains fall like rain from the skies. Breeze of spring will set you free. Streams of hope keep flowing into the sea. Let your chains fall, fall like rain. Sparkling crumbs out of the stars, like a bird as it flies. Free your soul from the scars, spread your wings and break through the clouds. Let your chains fall like rain. No more tears, no more pain. Go and spread your wings and fly. A testvéreidnek mind van egy úgymond polgári igen, dolga polgári foglalkozása. De amellett senki nem adja fel azt, hogy valamilyen nem, senki, formát. Meg mindenki nagyon, tehát ők a Kodály Zoltán Magyar Kórus iskolába jártak, a három idősebb testvérem a kezdetektől, onnantól, hogy ifjabb Sapszon Ferenc ezt megalapította, és hát tényleg fantasztikusan énekelnek mindannyian, nagyon sokáig énekeltek kórusban, ők hangszeren is játszanak velem ellentétben, én nekem csak egy rövid aférom volt a zongorával, de aztán kiszerettetek egymásba. Éneklés felé mentünk, hát talán nem is a zongorával, inkább a tanítási módszerével a tanárnőmnek, aki biztosan másnak nagyon jó volt így, de nekem valahogy nem. Nem tudom, hogy ezt téged vigasztal le vagy se. Na, mesélj! De az én zongoratanárnőm is azt mondta, hogy 20 éves pályafutásom egyik legnagyobb kudarca, Judit, hogy belőled nem lett muzsikus. És én magamban megállapítottam, hogy erről nem én tehetek. Hát igen, van ez így. Ifjabbik bátyám, ő Németországban él, orvosbiológiai mérnökként végzett itt a Műszaki Egyetemen, és hallókészülékekkel foglalkozik, de nekik is 4 gyermekük van, és hát rengeteg külön órára hozzák, viszik ők, és ott is zenélnek rengeteget a családban, és sokat utazik, és ő is nagyon tényleg fantasztikusan zongorázik, meg hát trombitát is, meg orgonát is, neki abszolút hallása van, tehát hogy kész, csoda, hogy nem lett belőle zenész, hanem... De hát a hallókészülékekkel végül is olyan módon foglalkozik, hogy nagyon is hasznát veszi annak, hogy ő zeneileg ilyen magas fokon képzett. És a három fiatalabb testvérem van, mert én ugye középső vagyok. Petra húgom, Várajai Petra, ő jazzzeneszerzés szakon végzett a Zeneakadémián,
most az alapképzést végezte el, és a master az majd azt hiszem jövőre folytatódik, mert ugye van néhány szak, igen, ahol a BA meg az MA az nem rögtön folytatódik. Ő rengeteg zenét szerez a Jazzationnek, sokszor dolgozunk együtt, és hát különben pedig van egy csodás progresszív fúziós jazz triója, aki szereti a nagyon különleges és nagyon improvizatív zenét, az hallgassa meg a Várajai Petra triót. Hegedül 4 éves kora óta, és hát zseniálisan zongorázik is. Tehát, hogy ő tényleg szintén egy olyan testvérem, akire zenéleg maximálisan felnézek. Azt hiszem, mind a hatra felnézek, mert hogy én ugyan énekelek, de hogy a képzettségem az nem olyan magas, mint nekik. Benedek öcsém, ő is zenész, ő most kezdte az elektronikus zeneszerzést a Zeneakadémián. Öcsémnek is van egy kvartettje, ő most a rock felé fordult, meg elvégzett egy hangmérnöki képzést is. Tehát, hogy ő is így nagyon benne van a mai magyarországi zenei életben. És a legfiatalabb húgom Nóra, ő pedig most kezdte az ELTE-n a szabad bölcsészetet. Ő is kiválóan gitározik, és... Csupa földhöz dagadtam. Igen. És ő egy nagyon bátor lány, mert ő időnként így elindul valamikor nyár közepén Olaszország felé, kimegy repülővel, és most végig stoppolt 8 országot, ilyen organikus farmokon dolgozott, aztán hegyekben jár, tehát hogy ő szeret így egyedül utazni egy kis ukulelével, és ott kapcsolódni az emberekhez, megismerni egy csomó embert, és ő tényleg ilyen nagyon, nagyon nomádban nyomta ezt a nyarat is például. Ez nekem nagyon tetszik, hogy egy kicsit a határtalanok vagytok, nagyon, nem? Igen, de hát gondold bele magunkat a szüleink helyzetébe. Tehát én is, amikor a húgom az első blogbejegyzését megosztotta most nyáron az utazásáról, akkor csak azt tudtam elérni, hogy annyira vagánynak tartom, és úgy örülök, hogy nem az én lányom. Tényleg, hát akkor borzasztóan izgulnék, de hát így, hogy csak a húgom, így tudom, hogy semmi baja nem esett. Nem. Akkor ebben sok ima van, gondolom. Anyai imák, anyák van, ostromolják ott az eget, hogy bizony, ne legyen semmi baj. Bizony. Hát igen, azért ezek nem veszélytelen dolgok, de hála jó Istennek, hogy minden jó. Igen, de hát tulajdonképpen körül. Ezek annyira jó dolgok az életben, hogyha az ember utazik. Én is voltam 18 évesen, elindultam Erdélybe népzenét gyűjteni. Ez így elég izgalmasra hangzik, de hát a gyakorlat az ugye nem ez, hát az ember oda megy egy faluba, hát ma már nem az van, hogy így mindenki előkapja a hegedűjét, mint Kodálynak, meg Bartóknak. Gúnyágban nem. Hol a gramofonja, drága? Pontosan, tehát hogy ezt nem is tudom, hogy milyen naívan képzeltem, de annak is annyi sok tanulsága volt, és tulajdonképpen ott az egyik beszélgetésemet rögzítettem egy nénivel, aki egy ilyen kézzel írott könyvet mutatott nekem az életéről. És aztán ezt a beszélgetést használtam fel az egyetemen, amikor dialektológiából kellett vizsgáznom. Tehát tulajdonképpen használtam ezeket, nem mondom, hogy nagyon sok olyan kotta füzet jelent meg, amiben Várajai Katus népzenei gyűjtéseit leközölték, de ezek jó dolgok, ezek az utazások. És nagyon örülök, hogy a húgom ilyen nagyon nyitott a világra. És hát persze én is sokat imádkozom érte, hogy mindig hazataláljon. Van ez a kis családod. Én tudom, mert mi is hatan vagyunk testvérek, hogy bizonyos életkorig mindig azzal nyitottam, hogy a testvéreim és hogy a nagy család, tehát ez egy óriási muníció, amivel rendelkeztek. Tehát ez egy megkerülhetetlen, és nem is kell megkerülni, hanem éppen, hogy ebből kell táplálkozzon egy csomó minden, sok-sok dolog, ami messzire vezetne, hogy mennyivel máshogy nő fel egy nagy családban az ember, mint egy kisebb családban. De azért a hangsúly egyre jobban áttevődik a te kisebb családodra, a 2 gyerekedre. És ezt a zene dolgot te látod a gyerekeidben, hogy már úgy... Az a nagy szerencsénk, vagy olyan áldott helyzet, hogy egy sarokra lakunk a 11. kerület egyik legjobb zenei iskolájától, az Ádám Jenő zenetagozatos iskolától, és mind a 2 gyerek zenei osztályba jár. És van ott egy fantasztikus pedagógus. Tényleg, annyira csodálatos, hogy mindig, amikor bementem ilyen órát látogatni, akkor rögtön mentem Rita néni órájára, hogy így feltöltődjek. Tehát tényleg, ő végig dzsiggeli az órát a zongorán, táncoltatja a gyerekeket, tapsoltatja őket. Tényleg, fantasztikus, tehát olyan nagyon tetszik nekem ez, hogy az ő energiája tényleg ebben a közegben robban, és fertőzi meg a gyerekeket a zenének a szeretetével. És csodálatos kórus működik ott, most már 6-os ugye a nagyobb gyermekünk, Julis lányunk, és ő végül nem tanult hangszert, reményeink szerint majd a húgainktól egy kis ukulelézést azt
azt vehet néhány magánórát, de a kórusban énekel, és ez egy országos versenyeket megjárt kórus, és azt nagyon szereti. De mondta, hogy ő igazából különben nem akar annyira a zene felé menni. Ő inkább az apai vonalat követi, a férjem ugye tervezőgrafikus, és hát Julis is csodálatosan rajzol. Mondjuk ugye nálunk is adott ez a rajzos véna is megvan, de hogy... Milyen véna nincs bennetek? Igen, de olyan érdekes, hogy szerintem a nagy családokban ez így szokott lenni, ezek így búrjázzanak, és ott így mindent lehet. Tehát ezek nagyon jó dolgok. Igen, és tehát, hogy a zene az persze a mindennapjainknak része. Mondjuk most ugye egy 12 éves leányzó is meghatározza otthon a zenei ízlést, tehát nem mondom, hogy nem hallgatok AC/DC-t, meg a mai popzenéket, de hát ezek már klasszikusnak számítanak. Ez már klasszikus, így van. De ez jól is van így, meg én igazából például popzenéből nagyon alul képzett vagyok, tehát hogyha kérdezel tőlem néhány magyarországi pop ikon zenekart... Én biztos nem fogok. Nem fogsz, te sem? Én nem. Na, mert... Arrogulj, de én nem. Na, hát akkor... Tehát tulajdonképpen teljesen tájékozatlan vagyok, meg kell mondjam. Én is teljesen, tehát emiatt igazából nem bánom, hogy Julis hozza otthonra ezeket a pesdítő mai zenéket, hogy legalább így képen vagyok a maiakkal is. Én ugye főleg jazz szeretek hallgatni, nagyon szeretem a népzenét, meg klasszikus zenét, tehát hogy én inkább ezt az irányt képviselem. A férjem is egy más zenei ízlés, de hát van metszet, és ez nagyon jó, és azt hallgatjuk otthon, meg táncolunk rá a szoba közepén. Dani, ő nagy hangon énekel, és lehet, hogy ő hangszeren is fog tanulni, még csak most elsős, 7 éves, igen. Igen, tehát nem én vagyok az, aki leginkább tovább viszem ezt a zenei vonalat. Talán azért is, mert hogy tényleg én már nem a kórusiskolába jártam, nekem volt a legrövidebb a zongorai képzésem is. Te nyered a legtöbb nemzetközi díjat a zenei téren. Jó, téren. ez igaz. Őrületesen szerény vagy, meg kell mondjam. Jó, de tudom, hogy összemére... van a nagycsaládban egy leosztás, ő tud rajzolni, én nem tudok. És igaz, hogy az én rajzomat állítottak ide, akkor is a bátyám, meg a nővérem, meg a húgom a nagy rajzoszok. Na, hát így van, igen. Igen. De ez nem szerénység, tényleg így van. Tehát, hogy... Mire készültök most? Most látom, hogy ez még tulajdonképpen friss. Ez nagyon friss, igen. Ez még nem, nincs is. És az az érdekes, hogy ez a lemez ez úgy gurult ki belőlünk, hogy tavaly el kellett dönteni, hogy beruházunk-e egy nagyobb összeget, befektet-e az együttes ugye mikrofonokba, meg most akkor a nézőket beavatom, hogyha amikor fellép egy zenekar, akkor ott a színpadon, a nagy hangzavarban kell, hogy mindenki hallja a saját játékát, vagy saját énekét, és ezt legtöbbször ilyen monitorládákkal oldják meg, ami ugye egy hangfal, amit letesznek a lábunkhoz. Na már most egy csomó hangfallal körbevéve lenni, ez egyrészt nem szép, mert bokától lefele nem tudunk fényképezkedni sem, de mondjuk ez egy női szempont. Meg a kapellában sokkal jobb, hogyha fülmonitor van, és abban halljuk egymást, úgy sokkal nagyobb finomságokat ki lehet hozni ebből a műfajból, és ezek drága dolgok, tehát ez milliós nagyságrend. De amikor megvettük, akkor az a hangmérnökünk, aki tulajdonképpen a hatodik tagunk tavaly szeptember 1-e óta, tényleg egy ilyen kegyelmi ajándéknak érezzük őt is, mert olyan régóta szerettünk volna egy olyan hangmérnököt, aki tényleg abba az irányba megy, amiben mi. És ennek a hangmérnökünknek a vezetésével tulajdonképpen beruháztunk, és amikor megvettük ezeket, akkor ezen gondolkodtunk, hogy most hogy adunk ki lemezt? Hát minden pénzünk belement ezekbe, és mondta, hogy hát de hát ez olyan mikrofon, hogy ezzel tulajdonképpen egy live lemezt ki lehet adni. És ez így kicsúszott a száján, ez a lemez megszületett. Tehát tényleg a 2018-as évnek a gazdag... Találtatok. Tényleg így van, meg ez is olyan, hogy amit az ember igazán szeretne, és persze tesz is érte, az olyan sokszor olyan szép, hogyha megadatik. Akkor már csak az az egy kérdésem van, ami egy kicsit kézenfekvő, és hogy hol fogunk titeket legközelebb hallani? Ha valaki Belgiumban jár, akkor Persze. Már október végén hallhat minket ott, de itt Budapesten bemutatjuk ezt a Live című koncertlemezünket. November 13-án kedden este 8 órakor a Hat Szín Teátrumban. Ez egy új színházi előadótér, a Jókai utca 6. Ez a Móra Ferenc könyvkiadónak a jelenlegi székhelye,
és van benne egy színház, ami egy befogadó színházi rendszerben működik, rengeteg gyerekelőadás van, és egy nagyon-nagyon jól, tehát egy nagyon jól kialakított színpadi tér, még nem próbáltuk, most megyünk először, és én vagyok a legkíváncsibb, mert eddig még csak a közönség soraiban ültem, de azt gondolom, hogy ez jó lesz nekünk. 230 fős, ami itthon viszonylag ritka, mert ugye vannak a pici helyek, ami ilyen 100-150 fő, az már kicsi szokott nekünk lenni, meg vannak a 400-500 fős termek. Az meg azért egy klubkoncertre van, hogy túl nagy. Úgyhogy a Hat Szín Teátrumban november 13-án, aki szeretné hallani a Jazzation-t, az jöjjön el. Nem fog csalódni. Többször előkerült itt a beszélgetésünk során, de nem akarok nagyon direkt lenni, de azért időről időre előkerült az imádság, hogy te hogy látod, mert ugye a szakrál múzika, szoktuk mondani, hogy azt nem tudjuk, hogy milyen a mennyország, mert szem nem látta, fül nem hallott a boldogság, de egyet tudunk, hogy az angyalok muzsikálnak. És hogy ez neked hogy kapcsolódik össze az életeddel, vagy a zenével, vagy... Hát ez minden percben jelen van az életemben. Tehát egy folyamatos párbeszédben vagyok, azt gondolom, Istennel. De a férjem is erről számol be. Meg azt gondolom, hogy a családunkban ez így van, de talán nem csak a családunkban, hanem így tényleg a Jazzationon belül is, meg a baráti körben is, attól függetlenül, hogy ki az, aki keresztény, vagy ki az, aki nem. Hát egy aranyfonál az így mindannyiunkat összeköt a fentebbi. A legjobb önmagunkkal, és hát persze a mindenhatóval. És ez egy annyira jó dolog, hogy én már ebben szocializálódtam, vagy persze, hát az ember sokszor megkérdőjelezi ezeket a dolgokat tizenévesen, hogy akkor ez úgy igazából hogy is van, de az a nagyon jó érzés, hogy mindazoknak a tükröződéseiből is, akikkel körül vagyok véve, azt látom, hogy Isten létezése nem kérdés, hanem egy mindennapi evidencia, és nélküle talán tartalmatlanabbak lennének a napok. Néha van olyan érzésem, hogy tényleg mennyire szomorú lehet annak az élete, akinek nincs egy tágabb kontextusa. Nem azt mondom, hogy egy föltétlenül egy római katolikus hite és vallás gyakorlása kell, hogy legyen, hanem egész egyszerűen csak valamilyen kapcsolata az Istennel. Uh-huh. Hogy aki kimondja magáról, hogy ateista, az egy nagyon kemény élet lehet. Ezt nem szeretném kipróbálni. Nagyon szépen köszönöm. Tedeum. Téged, Isten, dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen, hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem, hála legyen, hogy értenem adatot másokat, s nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen, hogy a sírókkal sírni jól esett, s nem nevettem minden nevetővel. Hála legyen, hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút. Hála legyen, hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút nem tett boldogtalanná. Hála legyen, hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek. Hála legyen, hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett nem szépen szeretnem. Hála legyen, hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt elég, aki voltam. Hála legyen, hogy ember lehettem akkor is, mikor az emberek nem akartak emberek lenni. Hála legyen, hogy megtarthattam a hitet, és megfuthattam a kicsik futását, és futva futhatok az érkező elé, stán nem kell a városba mennem a lámpásomba olajért, hála legyen. Hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen,
és ma is kiálthatom. Úgy legyen, és holnap után, és azután is akarom énekelni. Úgy legyen! Hála legyen, Uram! Hála legyen! Tartson velünk a kincskeresésben! Női kincsek az Apostol Televízióban. Ágostázi Mária és Virágfalvi Judit műsora. Minden hónap utolsó szombatján délelőtt 10 órakor. Tartsanak velünk!